Beállítom. Először oda beszél. Persze. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Taníts egy Ficsit legújabb része. És hát elképesztően izgulok, mert a mai adásban is az egyik legelképesztőbben egyedi gitározású, brutálisan virtuóz, jazz, rock, blues, fusion gitáros ikont sikerült elhívni, Mohai Tomi. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Hatalmas élmény találkozni veled megint. Annyit elárulok, hogy én jártam Tomihoz egy darabig gitárórára, és hát olyan házi feladatokat kaptam, amit néha ketté állt a fülem, úgyhogy borzasztóan izgulok a mai Ficsi miatt, hogy remélem, hogy el fogom tudni játszani. És ezt itt most elrontottam. El fogod tudni játszani. Én azóta egy kicsit... Bocsánat, még nem csak gondolkodom, mert itt még folytatom. Öregettem, te viszont jobb lettél. Tehát... Dehogy is. Egy pillanat. Remélem, el fogom tudni játszani. Igazából. Kezdjük is el. Jó. Tomi, itt a videó elején a feszültségoldás véget, főleg nekem van erre mindig szükségem, játékokkal szoktam kezdeni. Az igaz vagy hamis játékot próbáljuk meg. Jó. Van-e olyan történeted, ami annyira hihetetlen, hogy már tényleg a hazugság határán mozog, vagy esetleg egy kitalált történetet is elmondhatsz, és nekem a végén el kell döntenem, hogy te most igaz a történetet mondtál, vagy nem. Jó. De nem jut eszembe semmi. Annyi történet van, és ilyenkor az ember a legjobbat akarja. Idő van bőven. Jó. Vettem egy lakást még a 2000-es évek elején szemben, abban a házban, ahol eleve volt már egy. Hát ezek garzonok voltak, ne gondoljon senki sokra. És hát épp megkaptam a kulcsokat, bepakoltam, de még lehet, hogy üres volt, nem tudom. Az a lényeg, hogy nagyon fontos dolgokat raktam oda, amire napi szinten szükségem volt. A másik lakásban főleg tanítottam, meg társadalmi életet éltem, és akkor ez lett aztán a intim szféra. És hát sikerült ennek a kulcsait természetesen elhagyni. Viszont amiért be kellett mennem, az rettetlen fontos volt, nem tudtam mit csinálni, mint új lakó, a fölöttem lakóhoz becsöngettem, mert ilyen kis erkélyek voltak. Ja, ja, ja. És én a 9-en nőttem egyébként fel annak idején Székesfehérváron. Mondjuk annyira már nem, tehát már tériszony megérkezett, de akkor még időben közelebb voltam ez a... Különben is képesített magas építő vagyok. Ezt nem is tudtam. A középiskolai végzettség alapján, igen, igen, mert akkor még nem voltak ilyen művészeti szakközépiskákkal, el lehetett bújni. Muszáj volt valami szülőknek is tetsző polgári féleséget. Apám mérnök volt, anyám könyvelő, és hát az, hogy zenélek, azt remélték, hogy kinövöl. De hát inkább a mérnöki pályát sikerült kinőni. Nagyon érdekelt az is, meg a házakat terveztem, meg nem tudom én, de aztán több nótát írtam, mint házat terveztem, úgyhogy több akkordot megismertem, mint ahány épület szerkezetet. Fel is vettek egyébként tűzvédelmi szakra, a konziban nem vettek fel abban az évben, amikor érettségiztem, de a Zibli Miklós főiskolára Pécsre azért beadtam a... Hát nem beadtam, meg K-vizsga volt, közös vizsga volt, tehát az érettségi az ment felvételére. És elértem a 70 pontot, ami alatt már nem vagy ember, a 120-ból. És egy ilyen úgynevezett tűzvédelmi szakra vettek föl. Most volt egy érettségi találkozónk
pár éve, és felsikoltottak az osztálytársak, amikor nem emlékeztek erre már, ugye akkor már nem voltunk annyira kapcsolatban, hogy engem oda fölvettek, és mondták, hogy milliómos lennék, hogyha oda megyek, mert ez a szakértés, hogy hol keletkezett talán, mit kell újjáépíteni, hát itt milliók csiliárdok szállnak jobbra-balra. Gondolom egy felelős szakember itt egyik zsebébe, mit tudom én, a logarléc, a másikban pedig egy csomó lóvé. Na, de a lényeg az, hogy visszakanyarodva Szárnyas utcában, ez a 10. kerületben van, a Pöttyös utcai metró megállónál. Ez első emeleti lakás volt az enyém, és a másodikra becsöngettem, és ott egy nagyon kedves idős hölgy az ágyban fogadott, illetve hát az ő ápolója vezetett be, és elmondtam neki a sztorimat, hogy én vagyok az új lakó, beszeretnék menni a lakásomba, de elhagytam a kulcsomat, mindjárt indulunk vidékre, talán egy bum-bum-buli volt. Aha. Tiszatónál, de az is lehet, hogy csak ilyen csapatépítő összejövetel volt, mert arra is emlékszem, hogy de ezt majd később. Ez egy elég feszült időszak volt, már olyan értelemben, hogy eléggé sok minden történt egy nap alatt. Így is sikerült az újdonsült lakás kulcsát elkeverni valahova. És hát megkértem a hölgyet, hogy hadd menjek ki az erkélyre, és hadd lógjak Úristen. Be a saját erkélyemre, és oda leugrok. Hát ezek ilyen, nem ilyen belmagasságok, hanem tudod, 2,70. Igen. 1,70 vagyok, voltam, kéz még hozzátesz, lelógsz, és végül is csak 1,50-et kell tornacipőbe betonra érkezni. Mert az erkély az akkora, mint az asztal. Igen. Szeretném hozzátenni, egy kétszárnyú üvegajtóval. De hát sikerült az ugrás, de sajnos könnyökkel azért bement betörött az ablak, és hát erre mindenki kinézett szembe, és a néni meg kijött az erkélyre, és mondta, hogy az új lakó, semmi probléma, én engedtem, hogy leugorjon, és akkor így, ja, az volt a szerencsém, én ilyen szellőztető mániás vagyok, oxigén párti, hogy ilyen, mi ez? Nem tudom megfogalmazni. Szóval nem volt teljesen becsukva az ablak. Aha, bukóra. Nem, ezek ilyen kétszárnyú ajtók voltak, csak van az a trükk, hogy járjon a levegő valamennyi, hogy ha megfordítod a sorrendet, tehát azt az ajtót teszed ki, tehát nem csukod be a mögé, és akkor így egy a szendvicsbe így. És ott valamit tudtam szerelni, vagy belökni, vagy befeszíteni, vagy már, szóval már nem emlékszem. És akkor így bejutottam, és már épp jött értem az autó, és mentünk a Tiszatóhoz. És így befejezésképpen aztán annyira jól sikerült a Csaba télépítő buli. Akkoriban keveset tudtam enni, és ennél többet nem mondhatok. Úgyhogy a rántott brokkolit, ami addigra már kihűlt a tányéromba, azt a megfelelő pillanatban, ahol a buli éppen tartott, ezt a fejemre raktam. Többen nem is vették észre, azt hitték egy sapkolgalom, amikor a tejszín elkezdett befújni, akkor már nem lehetett visszacsinálni, tehát én végültem az estét egy brokkolival a fejemen, és a farmeromban is tejszín folyogált. Ez a sztori. Hát, itt a brokkolis résznél egy picit elbizonytalanodtam, hogy ez vajon tényleg igaz, de szerintem ilyen részletesen egyáltalán nem tudnám most kitalálni egy történetet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így, ahogy van, megtörtént, igen. Meg, sajnos megtörtént. Minden elemében igaz a sztori, és hálát adok a hölgynek, hogy beengedett. Szegény, sajnos amikor már oda költöztem véglegesen, akkor elhunyt, és valami sokkal rosszabb fej költözött felénk, úgyhogy ott nem lehetett hangoskodni, zenélni, úgyhogy ezért is aztán... De terveztem, hogy a két házat, mert ez kb. Olyan messze volt, mint itt az udvar másik vége, lent parkoltak az autók, és akkor terveztem, hogy egy híddal a két... Sokan örültek volna nem neki. Nem kell vegyülnöm, hogy át akarok menni az egyik lakásban a másik.
Alattunk viszont egy sok gyógyszert szedő néni lakott a férjével, aki időnként rosszul lett, és kiírták a mentőket. És attól, mindig attól rettegtünk, hogy mit vagy a gázcsapot, vagy valami gáz, tehát hogy valamilyen izé lesz. De aztán sikerült a általad is ismert lakásban költözni a Karinti ügyes utcába, Budára, ahol szintén egy remek 10 évet sikerült lenyomni. Hát ott is voltak történetek. Gondolom. Azt hiszem, hogy kimerült a... Tomi, van még egy játék, ez az improvizációs játék. Neked is, Nagy Ádámnak is már korábban egy lehetetlenül rossz zenei alapot sikerült találni, és hát nálad sem hazudtoltam meg magam ebben a képességemben. Egy ismert számnak a totálisan midire áthúzott verziója van, borzasztó rossz még hallgatni is. Hát először is kíváncsi vagyok, hogy felismered-e a számot magát ebből az alapból, és akkor meghallgatod először, van egy 10 másodperc szünet, és utána egyből valamit kellene játszani rá, úgyhogy ez lenne a következő játék, nagyon kíváncsi. Próbáljuk meg. Már is indítom. Mindjárt kezdődik. Ennyi volt. Aha. Ez Toto Afrika. Igen? Igen. Hát én... Mindjárt kezdődik. Abszolút hibátlanul oldottad. De csak azért mertem rájátszani, mert abból sem derül ki, hogy mire játszom. Tehát, hogy... Igen, abszolút. Ez egy ilyen játék. Free soul. Igen. Blues. Free soul blues jazz. Nagyon, nagyon jó volt, köszönöm szépen. És hát még egy játék van, ezt próbáljuk meg. A Madarász Gáborral szeretnélek megversenyeztetni idézőjelben. Neki a nevetős feladványban az volt a feladata, hogy a főgonosz nevetését, amikor így elmondja a tervét a kis barátainak, és a végén így hosszadalmasan elég, magának nagyon örülve elégedetten nevet, és hát ugye természetesen majd később elbukik, hogy ezt a nevetést esetleg megpróbálnád-e a kedvünkért imitálni. Hát a Madi se volt kutya, de ezt azt kell, hogy mondja, hogy ez rendesen egy filmes, rendesen dolgoztam egy főgonosz. Színészekkel, és a Dévényi Ádám dalaiból csináltak a Zsámbéki Színházi Bázison egy darabot, tehát ott volt sztori is, és az Ádám csak úgy ment bele, hogyha én rendezem a zeneileg ezt meg, tehát én tanítom be a színészeket a legelső akkordtól. Ja. És ott volt az, és akkor kénytelen vagyok még egy sztorit, aztán válasz ki, mert most eszembe jutott egy őrült történet, hogy ültünk esténként, mentek a próbák napközben, esténként ültünk az asztalnál, és akkor volt, hogy rám figyeltek és röhögtek, akkor meséltem el egyébként azt a sztorit, ami az Üvegtigris 2-be bekerült. A nagy dobos egy temetésen beleesik egy sérgedőrbe. Ez került be. Ezt elkérte tőlem a Fenyő Iván, mikor elmondtam a sztorit, ugyanis engem 87-ben elvittek katonának Veszprémbe, a légierő Big Bandbe, és amikor nem jazzt játszottunk, akkor protokoll bulikat, miniszteri fogadás, temetés, stb. És hát az első temetésem jött, még kopasz voltam, 3 hete voltam ott. Előző este az öregek jól érezték magukat, az öreg katonák, már lesz utolsó időszakosok, és hát a fa nagy dobba valahogy egy székláb beleállt. Ezért a másnapi temetésen egy 30 kilós réz nagy dobbal
kellett megjelenni nekem, mert én rám jutott a feladat, mint kezdő. Ki másra? Újonc, aki majd te nagy dobolni fogsz. És hát akkor voltam 60 kiló. Várpalotán volt a temetés, ráadásul egy házaspár tragikus körülmények között elhalálozott, és az volt a régen a komcsizmusban, ahogy Presser Gábor nevezi a könyvébe az előírás, hogyha a fegyveres testületnél valaki meghalt, akkor az összes fegyveres testület képviseltette magát a temetésen, tehát díszsortűz volt. Igen, igen. Katona zenekar, játszottuk a kötelező ide vonatkozó darabokat, és hát a várpalotai temető a 8-as főút egyik oldalán a ravatalozó, és a másik oldalán a temető. Nagyon sokan voltak, civilek is, de ott volt a munkásőrség, szóval minden rengetegféle egyenruha volt. És mi elindultunk a ravatalozóból, ott játszottunk, de amikor menet van, kísérjük a koporsót, akkor csak a nagy dobos és a pergő dobos játszik. A perget a pergő dobos, és én pedig hozom a lépéseket, az ütök. És hát ma arra messze volt a sír, legalább 500 méter, eleve ilyen 30 fokba álltam, vagy nem tudom, mihez képest, mint függőlegeshez képest egy 20 fokkal megvoltam, de hogy elbírjam, plusz a lejtő. A sor végén mész. Igen. Ilyenkor ugye nem alakzatban van, hanem nem tudom, kettesével, vagy akár olyan szűk, akkor egyesével megyünk, és mind újonc, mind a hangszerem miatt én voltam az utolsó. És hát nem nagyon láttam, hogy hova lépek. Uh-huh. És amikor elérkeztünk a helyszínhez, a friss félig kiásott gödrök, még ott terjeszkedett a temető, ott hirtelen ott felgyorsultak az események, ki kellett ott kerülni, ügyesnek kellett lenni, hogy mire fölér a kopó, már mi ott állunk, ott már megint ötszörökbe, vagy nem tudom én, teljesen mindegy, hogy voltak gödrök, vagy nem. Tehát... Na, és így sikerült ebből a réznagy dobbal gyakorlatilag fönt a hegytetőn, mindenki szeme látása és füle hallatára nekem egy ilyen félig megásolt gödörbe beesnem, és lecsapni ezt a részdobot, aminek a hangja egy jobb Stanispan, egy Charlie Chaplin filmben is szerepelhetett volna. Mindenki oda nézett. Természetesen akik a fegyveres testületek delegáltjai, azok ugye gyakran vesznek ilyenen részt, tehát sajnos itt nem a gyásznak megfelelő magatartást, hanem reszketve röhögött mindenki, de hát nem lehet felröhögni, csak álltak. Emlékszem, hogy a géppisztolyok zörögtek a röhögéstől. És akkor ezek után felálltunk ötszörötös alakzatba, és ott még folytatódott a történet. A karmester ugye háttal áll a sírgödörnek, a gyásznépnek. De az is ilyen lehajtott fejjel állt, és reszketen. Alig szóltak a hangszerek. Tehát a 25 emberből csak azok fújtak, akik hétvégén nagyon haza akartak menni. És akkor még volt egy alacsony klarinétos srác, meg egy magas trombitás. Aha. És azok egymás mellé kerültek, és természetesen az alacsony srác szintén egy ilyen trombigérő kis mélyedésbe. A trombitás meg, ez tovább szolgáló volt, a trombitás pedig sorkatona volt. Ez egy fordított, hogy mondjam, hierarchia volt, mert ti itt fogtok. Mi még nem tudom, mi viszont egyszer elmegyünk. És mondta a srác, hogy cseréljük már, és tudod, egyből, mintha nem is hallotta volna, tehát a derekáig. Igen. A klarinét leért a földre. Na, ez volt a sztori, és ezt a Fenyő Iván akkor, aki mondta, hogy hát ők tanulmányoznak engem is, tehát ők ebből élnek, hogy gyakorlatilag embereket utánoznak, és most én vagyok a megfigyelt,
élvezték a történetet, elkérték, mert másnap ment az Iván egy ilyen egyeztetésre ebből a filmbe, és elvitte ezt a sztorit. Elkérte, mondtam, hogy persze. Yeah. Azóta már nem tudom ezt hitelesen mesélni, mert van, hogy nem mondom meg, hogy hol kell. De hát ez benne volt. Igen, igen. De hát ez az én sztorim, gyereke. És azért tudtam esetleg most Madarász kollégánál egyen jobbat, mert beleéltem magamat egy ilyen helyzetbe, igen. Amit a színészektől így levettem, hogy hogy megy ez a megformálás, vagy hogy mire kell figyelni. Hát meg azért van bennem egy kis adag gonosz is azért. Biztos vagyok benne, hogy nem így van? Nem csak az. Ne, hát megvan az attitűd, vagy szóval volt. Hát báty vagyok. Igen. Például. Igen. Rosszalkodni az. Meg hát ugye velem is csinálták, én is tovább anyom. Igen, ez a körforgás. Bocsánatom, itt már indítok is egy újat. Oké. És akkor most jön egy új rész. Tomi, most jönnének a villámkérdések, van egy ilyen szekció is. Az a lényeg, hogy gyorsan kérdezek, gyorsan válaszolsz, hogyha ez így mehet. Tele vagy Strató? Tele. De ez nem a gitára vonatkozik, hanem a pohára. Jó. Henderson vagy Hendrix? Mind a kettő. Hogyha nagyon muszáj választani? Hát akkor Henderson, mert abban egy kicsit benne van a Henderson. Igen. Kísérni vagy szólózni? Hát kísérni, mert utána egyszer, később majd én fogok szólni. Elkésni vagy korábban érkezni? Korábban érkezni. Korábban. De az lenne a jó. Single coil vagy humbucker? Humbucker. Klubbuli vagy nagy koncert? Nagy koncert. Fradi vagy Újpest? Videóton feszélyes fejlődés. Legyen Újpest, mert az újpesti zeneiskolában 8 évet lenyomtam. Sör vagy bor? Bor. Bor. Köszönöm szépen. És akkor most jönnének az egyel komolyabb kérdések. Eddig volt a viccesebb rész. Hát én be is kezdek egy ilyen szerintem nehezebb kérdéssel. Hogyha tudnád, hogy az lesz az utolsó koncerted valamiért, akkor azt, és választhatnál, akkor kikkel játszanál a legszívesebben? Hát most ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy a Boom Boom zenekarra lépnék fel. Yes. És hát itt beszéltünk előtte, hogy én nem tudtam erről, de most elvileg úgy néz ki, hogy lesz Boom Boom buli. Hát úgy néz ki. Igen. Augusztus 6-án lesz Boom Boom a hiroshimai atomtámadás. Sale egy napon, bocsánat, nagyon rossz. És hova lesz? Hova van ezt? Hát azt hiszem a Barbanegra trackben. Yes, hát ha lesz, akkor én biztos, hogy ott leszek. Király, tehát akkor a Boom Boom lenne az. Menjünk egy picit vissza régebbi időkbe. Mi volt az első szám, amit megtanultál gitározni? Amit el tudtál játszani az elejétől a végéig. És ezzel ugye 5000 számot. Itt a pengetésen, itt mindig gondoltam, hogy időben csak 4 húrva. Igen, nekem se jött ki soha. Ez így kell megfogni az akkordot, csak így marha nehéz. Főleg az elején. Igen. Bocsánat. Igen. Szerintem így játszom. Igen. Nem tudom, sose jöttem utána. Igen, egy ilyen húrt az Z-durnál. Jó, de hát ez akkoriban nem így ment, hanem úgy, hogy valahogy jöjjön ki. Igen. Hol két húr szólt, hol egy meg nem. De ez ismerős. Tehát akkor House of the Rising Sun. Yeah. Király. Ezt tudtam megtanulni, de nem ezt akartam. De... És mit akartál volna, hogyha... Hát én nagyon sok zenét hallottam gyermekkoromban a szüleim révén, uh-huh. akik egy szalagos kazettás magnóval rendelkeztek, és
hát így most már elévült, tehát el lehet mondani, hogy rengeteg bakelit lemezt átmásoltak mindenhonnan, nem tudom, megkárosították a szerzőket, de most engem károsítanak. De nem baj, ez is egy körforgás. Hát azokat a zenéket, amiket hallottam, apám, mint mondtam, már mérnök volt, de valahogy így jó. Tehát nem csak hullápalomá volt meg ilyenek, hanem volt Led Zeppelin, volt Purple, Beatles, Rolling Stones, Hill és Omega. Később találtam a szalagokon, akkor már zenéltem, akkor már brancson belül voltam, találtam Billy Cobham jazz. Ott fölvett a rádióból, biztos valaki mondta neki, hogy vegye föl, vagy neki tetsz. Nem tudom, olyan vegyesben voltak ezek, tehát én nagyon sokáig lement a rádióba, hallottam egy nótát, és tudtam, hogy nálunk milyen utána. De jó. Azt a műsort ismertem, hogy a szalagokon volt. És hát nagyon sokat hallgatták ezt, és én végül is már 6-7 éves koromban főzőkanalakkal a hullápalomra őrült dobolást rendeztem. Apám meg, aki nem beszélt angolul, de elmondta, hogy miről szól a dal, hogy fáj a manyus foga, és most lép be a rendelőbe, most húzzák a fogat, és én a gitár szól. Hát ezeket szerettem volna megtanulni, de hát rájöttem, hogy nagyon nagy baj van. Tehát, hogy egyrészt nem úgy szól a hangszer, ezek az akkordok, amiket az unokatestvérem tanított, meg amiket láttam a bodajki táborban, még annak idején, ahol voltunk így, általános iskolás, 2 hétre leadtak minket a szüleink, nem tudom minek nevezzem, mert nem volt ilyen piros nyakkendős, ilyen sportából volt hirdetve, de hát akkor minden piros nyakkendős volt, mindegy. De ott valaki esténként előkapott egy gitárt, az egyik ilyen csoportvezető, vagy ősvezető, de nem ősvezetőnek hívtuk, hanem nem tudom, ifi vezető. Ők már középiskolások voltak, és akkor rájuk volt bízva 10-15 kis csóti, mint mi, és akkor ott előkerült a hangszer, és akkor mit tudom, rejtelmek, hazengenek, meg ezek azokat a... Azokat én nem ismerem. Ohio. Igen, ez meg. Meg a, mit tudom én, biztos volt felkelő nap is, meg börtön is. Aha. És hát úgy, srácnak már félig hosszú volt a haja, és nagyon menő dolognak tartottam. Én akkor atlétizáltam, és sportban merültem el, és emiatt kezdett el aztán leromolni a tanulmányi eredmény, mert elkezdtem heti 5 edzésre járni. Akkor lett önálló buszbérletem, akkor elkezdtem csavarogni, mert minden busz a főszállásra, elmentem a végállomásra. Elvittem mindenkinek a házi feladatot, csak hogy ne legyek otthon. Hát otthon mondjuk nem volt jó a hangulat, úgyhogy nem oda így utólag, hogy szívesen nem voltam otthon. De aztán végül is a megoldás, a végső megoldás, hogy belátták a szüleim, hogy együtt nem megy, és akkor szerencsére elváltak. Tehát ez jó érzés volt akkor, tudom, hogy szörnyű ez, de nekünk bizonyos szempontból megkönnyebbülés volt, hogy ők, akik valaha sokkal harmonikusabban éltek, és ez még a gyerekkoromban emléként megvan, hogy elkezdik egymást csesztetni, és ennek mi tanúi vagyunk egy 50 nézetméteres kétszobás lakásban, tehát az ember így óhatatlanul is. De a lényeg, hogy ott mérgeződtem meg, és akkor már elkezdtem rágni a szüleim fülét, hogy én azért zenélnék, meg És akkor egy-két év után kaptam, 77 karácsonyán, 12 éves voltam, kaptam egy 600 forintos tanulógi, tehát ez egy a szockóba, ez egy ilyen volt. 600 forint volt mindenhol egy ilyen gitár. Ami gyakorlatilag egy félbevágott ásónyél, vagy, tehát a nyak az ilyen volt. Ilyen. De hát azon elkezdtem. Ugye az akkordok nem szóltak, tehát ez probléma volt. Ha megszólaltak, akkor sem az... Tehát egyszer például fociztam a Grundon, a téren, május egy téren, és akkor ott gitároztak a padon srácok, és akkor láttam, hogy ez megy, ahogy mondom, és
hazamentem videót a rádióba. Yeah, pick-up. Igen, igen. Beszélem, fölhangosítésen, ez az. Ezt kerested. De hát mindent meg akartam tanulni, tehát marhára érdekeltek azok a számok, amiket nem brancs béliként jónak gondoltam, hogy azok hogy vannak. Igen. Hogy van egy lokomotív GTS szám, vagy hogy van egy AC/DC szám. Yeah. Mit fognak ott a Beatles-be, ott mindig van egy izé, és szerencsére egy nagyon jó tanárhoz kerültem, aki hegedűs volt, mellette gitározott és tanított gitárt is. És ő az elméletet nagyon megtanította nekem, bevasalta rajtunk, akik hozzájártunk. Nála ez volt, hogy a fizet egyik fele az elmélet, a másik gyakorlat. És... Bocsánat, csak pont erről szerettem volna kérdezni, hogy neked mi volt a legnehezebb része a tanulási folyamatnak, és hát így értve a kérdés, hogy a gyakorlati része... Gyakorlati. Hát tök pici a kezem, végül is a jobb kezemet nem... használtam gitározásra, és a kis ujjamon látszik, hogy milyen kis görbe, meg nem tudom én. Tehát így kezdődött. Nehéz volt a pengetést, tehát egyáltalán felismerni azt, hogy mozog a bal kezem, és úgy mozog a jobb kezem, akkor ott hiába van felhangosítva, a regent erősítve, az akkor se jó. Hiába hozzák az új torzított ilyen hungorocer dobozba, már sík minden, mindig nem jó. Úgyhogy el kellett pár év után ezen gondolkodni, és akkor ráfeküdtem, és akkor a gyakorlati rész is megindult. Aha. Tehát akkor egyszer csak... De visszatokanyolod a 13 éves koromban, amikor a Gyuri bácsi Székesfehérváron egy lakásba heti kétszer fogadott 5-től 7-ig, és ott nekem a hangnemek, előjegyzések, ritmus, kotta, rendes kotta, egyáltalán kottolvasás, akkordok. És akkor bementem az énekterembe, ahova évekig úgy mentem be, hogy azokat a képeket úgy néztem, mint hogyha nem tudom én, egy ókori lelet, vagy nem tudom én. Krikszklakszok azok nekem ilyen onnantól fogva világossá vált, és akkor jött valami énekhelyettesítés, nagyon sok énektanárunk volt, ez érdekes volt. És akkor én meg általában inkább renitenskedtem, meg kiküldtek ezekről, de akkor ott valamit bekérdezett, 8-ban volt már ez, ugye akkor bekérdezett valamit a tanár, hogy mit tudom én, Ádulba tudja-e valaki, hogy miért van három kereszt ott a énekkönyvben, és mondtam, hogy hát föltettem a kezem, akkor marha nagy röhögés, mindenki azt hitte, hogy valami új izé lesz, a tanár is, haj, na miért? Hát mondom, már Ádúrban vagyunk, három kereszt, fisz, és a párdonos mond, fiszma. Ó, na gyereki! Kimentem a táblához, a többiek hógolyoztak, meg próbálták egymást, meg viáncoltak, és egész órán nem feleltetett, hanem így elbeszélgetett velem erről, és ekkor 2-3 hónap után voltam, és gyakorlatilag ezt a behoztam a lemaradásomat, ami előtte 8 évig jártam be úgy egy terembe, hogy se tudtam, hogy miről van szó. Hát énekeltem én is, hogy már termelnek újra a gyár, meg ezeket még dalok, nem tudom. Meg kim voltak a zeneszerzők körbe, igen. És ott néztem, hogy fú, hogy néz ki a Mozart, ilyen, és ilyen fiatal, ez az öreg ember. Milyen fazonok ezek a művészek. Tomi, kicsit ehhez kapcsolódó kérdést jön most, hogy szerinted mik a hiányosságaid a gitáron, gitározásban, illetve mik az erősségeid? Hát nem vagyok rendszeres gyakorló, tehát nincs napi penzum, hogy most én 3,5 órát. Mindig nekiülök, akkor mindig jobb leszek egy kicsit, és akkor oké. Okay. De nézzük, hogy miért van ez az egész, és akkor már jön az, hogy épp egy új nótához harmonizálása, vagy valakivel játszom együtt az ő számait, és arra készülés, és...
Tehát lehetnék jobb technikájú gitáros, tehát látom, hogy hova ment a világ, meg mit tudom én, tehát lehetnék kicsit gyorsabb, lehetnék pontosabb, vagy meggyőzőbb, de ugyanakkor meg azt, amit én el akarok játszani, azt ki tudom magamat már egy ideje fejezni, igazából, és valahol bírom is azt, hogy nem akarom. Tehát már örülök, hogy nem akarom. Uh-huh. Tehát persze ez egy megszabadul az ember egy kényszertől. Igen. Nyilván leadom a témát, és azért szabadulok, meg most mondhatjátok ezt, de azért a zene azért az térben van. Szóval az nem 3 óra vagy 5 óra fegyelmezett gyakorlásban áll csak, hanem még baromi sok dologból. És nem ez a baromi sok dolog mindig érdekelt, hogy csinálja a más, hogyha nem is az én stílusomban gitározik, akkor is, hogy meg hát a tanítás az óriási volt, hogy jöttök, és mindenki hoz valakit, és akkor én gyakorlatilag sútyomban 30 éve tanulok gitárt, és rajtatok keresztül, mert behozod a izét, hogy az hogy van. Na, mutassak! Aha. És akkor hallom, hogy jaj, ezt így kell csinálni. Aha. Mondjuk hallani, jó hallom a muzsikát viszonylag, tehát oké, lehet, hogy vissza kell tekerni, de azért összeáll. Igen. Az előbb nem derült ki, amit bejátszottam. De arra aztán nem csodálom. Se ritmikailag, se hangnemileg nem voltam biztos. Hát ahogy a zene sem. Másodperc sem magamban. Tomi, bocsánat, nagyon sokan kérik, hogyha gitáros jön ebbe a műsorba, akkor a gitárjáról pár szót mindenképpen mondjon. És én is nagyon kíváncsi vagyok erre a hangszerre. Szakásszállal díszített, köszönöm szépen. Ezt nem hagyom itt, ezt ide berakom. Hát a szerencsét. Ezt a Fácia Negra gitár manufaktúra jóvoltából pengedhetem ezt a gitárt. Szíbert Tamás és Varga Marci 2019-ben megkerestek, hogy csinálnának nekem egy gitárt, és az általuk már elkészített 2 hangszert ott hagyták nálam, hogy játszak rajta. Pont jött egy bum-bum koncert, meg egy jazz trió a Regál Gyurival és a Balázs Elemérrel, és elkezdtem tesztelni az ügyet, elvittem buliba. Ezen gyakoroltam egy hetet, aztán előbb volt a jazz buli? Nem, előbb volt a bum-bum. Uh-huh. Elvittem a Stratot, szoktam vinni oda, most évekig azt vittem, és elvittem ezt a gitárt, már a beálláson is nyilván kipróbáltam, meg állogattam azt a keveset, ami a Stratóhoz képest a Mezabugin meg a Digiteken módosításra szorul. És végre először egy unisonóban nem a Tibuszt meg a Szatanost hallottam, hanem magamat. Tehát őket is, de magamat is. Nagyot szól ez a hangszer. Uh-huh. És nyilván, hogy itt az üreg is játszik, ez egy Telecaster forma egyébként, de dupla hangszedőkkel. Nekem való hangszer. Egyszerű kis dzsunga, egy hangerő, egy, már a Stratton zavar a 2 tizet, mindig oda máshova nyúlsz, öt dolgot kell kombinálni. Igen. Ez jobban emlékeztet az Ibanez artistomra, ahol azért még van ugye plusz 2 hangerő, még egy hangerő, még egy hangszín, és van még egy pikaposztó. Igen. De egyszerű, de nagyszerű. Szóval a hangerővel csak egy potival kell szórakoznom. Képzeld el, hogy 36 és fél év után elkezdtem használni ezt a hangerőt, és őrült, visszamenőleg elnézést kérek egy csomó hangtechnikustól és kollégától, de szóval így rájöttem, hogy ez például, hogyha overdrive használat van, akkor ez nagyon erényes tud lenni. De hát azóta cseng a fülem, tehát ezt már nem tudom visszacsinálni. A alap hang van a fejemben, tehát volt a neten ilyen kommentelés, valamelyik fiatal kollega beírt, hogy hát 32 éves vagyok és cseng a fülem, mit csináljak, és nem szoktam reagálni. Vagy részt venni ebbe, de akkor éppen a Judit ült a gép előtt, és mondtam, hogy írd le, hogy én 25 éve ezt hallottam, most is zúg, mindig zúg. Ah.
Szerencsére nem figyelem, mert ha figyelem, akkor zavar, tehát akkor idegesít. De hát minek örültünk mi 10 éves korunktól a ekkora vagy még fele ekkora próbatermekbe, amikor fölhangosítottuk a dobhoz az erősítőt, a cintányér magasságba állsz és megszól az egész és boldog vagy. Igen. Erre a hangra, hogyha ilyen föl kéne ébredni, azon a szívinfarktus. Tehát csak egy másodperc, egy másodperc bejátszás, erre kéne ébrednem, nem tudom, mi lenne van. Voltam ilyen hallásvizsgálaton, és akkor mondtam az elején, hogy igen, aztán utána szünetet tartottam, akkor a denevéreknél megint mondtam, hogy igen, és ugyanez a másik oldalon is, tehát gyakorlatilag a közepet kilőve. Hát ahol szól a gitár hangosan. De hát, hogy stand-upra vegyem a figurát, a feleség hangszín, az. Azt nem hallom. Hát akkor van előnye is. Viccelek, viccelek. Mondjad, drágám. Mondjad. Tomi, szerinted, hogyha nem gitár választottad volna, és ha újra kezdenéd, akkor milyen hangszert? Billentyűztem is én gyerekkoromban. Volt egy, a gitárt megelőzően volt egy monofonikus kis szintetizátor, ez gyerekjáték, de utána volt egy ilyen házi harmónium, vagy nem tudom, bekapcsolta, mint egy hajszárító, vagy nem tudom én, de a hangszín, meg, mint egy turmizgép, mindegy, de... meghozza az ember kedvét. Szerettem mindig zongorán is szórakozni. Ezt a mai napig csinálom, hogyha van egy hangszer mellettem, vagy szintetizátor, akkor azon írok sokszor zenét. De jó. És így de ezt már elkezdtem nagyon az elején. Meg hát a sulik, ahova jártunk, ott kötelező zongorázatot állandóan kellett, a minimum az összhangzatlan példákat, 1-4-5, durva, molba, 6-kereszt, 6-bész, ezeket muszáj volt. De hát mindig bírtam, hogy nem ismerem annyira a hangszert, és olyan dolgokat is befogok, amiket... Ami és hallá, hogy jó, tudod, ez mi is, ja, most már tudom, jó, ezt szoktam gitáron használni, csak ott másra felrakom. Igen. A két hangszer között az átjárás, az nekem tehát értem, sokkal jobban értem a zenét két hangszerrel, hogy mi van. Persze. Indítok még egy újabb, bocsánat. De szívesen lennék bassgitáros is. Szeretek basszusgitározni is. Aha. Nem tudok, de szeretek. Légdobolás, vagy két kézzel nagyon jó dobos vagyok. Igen, lába. De szóval, tudom, vagy hallom. De hát mondjuk szerencsé olyan kollégákkal voltam vagyok körülvéve, akik amit hallok, azt is tudják játszani. Nem csodálom. De így, mint csapatjáték, tehát nagyon érdekes dolog. Basszus gitározni egy zenekarban, egy zenében, hogy ott mi a feladat. Igen, hát teljesen más, mint egy gitáron, az biztos, más. Abszolút. Tehát, hogy foci hasonlattal éljek, szóval, hogy hátvéd, persze, hogy előre szalad néha a támadás van, de azért más dolga van. Abszolút. Az, hogy mindig ott legyen az a hang. Igen. Amihez képest az összes többi az kurva jól érzi magát, jövök én, ha nem tudom én, mivel nem állt. És közben azért te is megtaláld a helyet, ahol. Ja. De csak simán eljátszani egy számot, amit egy kocsmába fölmegyünk a színpadra, és van két gitáros, és van egy szabad basszusgitár, akkor én abban simán a basszgitárhoz megyek. De király. Gitározni, annyit gitároztam már, hogy az meg sokkal kevesebbet, és akkor, ha nincs bassgitáros, persze, mert most igen. Nem tudom senki előre szedni a hangszert. Nem mentem így rá az ott kötelező dolgokra, itt se, de ott se, tehát egyáltalán a zenében, vagy például komponáltam basszusgitáron is. Uh-huh. Azért az teljesen más, mint mondjuk billentyűn vagy gitáron, igen. És hát még veszem a bátorságot magamnak végül is gyerekkorom óta, hogy
énekelni is merek, vagy próbálok, vagy idegesítem ebből a környezetemet. Nekem ez így egyben van. De szeretek jazz zenekarba kúszba lenni, vagy egy olyan énekes mellett mögött játszani, ahol... De tudom, hogy írok olyan számokat, amiket igazából senki nem adna elő szívesen, viszont annyira jónak találom, hogy muszáj előadni. Muszáj megcsinálni. Persze. Ez a mai napig tart. Természetesen nem tiltakoztam, amikor annak idején a 8-10 éve működő Faxni zenekarba egyszer csak megjelent a Wienand Gabi, és a szaxofonozás mellett énekelni is hagytuk. Tehát ez azért nem volt egy hiba. Jó, de hát így az egész. Hát az egész. Ezek, amiket elsoroltam, ezeket végül is csináltam így kvázi szóló lemezeket úgy, hogy bizonyos számokba dobolni nem, azt mondjuk groove, vagy annak a megírása, vagy összeállítása. De a többi hangszert és a vokálokat és az éneket is én tolom. De nyitott vagyok mindenre, voltam, tehát dolgozom együtt sok énekessel, és azt se bánom, vagy bántam. Persze. De ezt így nem... Ezt a részt, hogy írok egy fasságot, és én azt előadom, azt nem tudtam egyelőre még félre. Hála Istennek, erről szól az egész. Nem, többen drukkolnak, hogy mikor lesz már ennek vége, de ez is arra ösztönöm, hogy soha gyereket lábasztatok. Tomi, ez az elmúlt egy év nem volt egy szép időszak így a zenészek életében, te hogy élted meg ezt az egészet, illetve lett-e bármi olyan új szokásod, amit így a kényszeredett otthon lét alakított ki, és pozitív szokássá vált, és így hosszú távon szeretnéd megtartani? Nem lett, mert jó-rossz szokásaim eddig is voltak, és ezeket kellett más arányba élni, vagy terelni, hogy most akkor nem megyünk el minden nap a kocsmába, vagy mit tudom én, tehát meg nem játszunk, meg nincs próba, meg nincs semmi. Tehát ahogy mondtam neked már, kint beszéltük, hogy én sose voltam ilyen helyzetben. Tehát olyan helyzetben voltam, hogy én elhatároztam, hogy most nem megyek ide vagy oda, vagy most egy kicsit visszaveszek, vagy most kiköltözöm, vagy beköltözöm, vagy átköltözöm, mindegy, de az, hogy neked mondják meg azt, hogy nem mehet sehova, tehát ez ideig úgy vigyorogtam, aztán egy idő után marrára nem tetszett, tehát, és nem tetszik most sem, de hát közben nyilván betartja az ember, amit be kell. Meg hát kicsit a félsz is tud lenni, végül is mi mindig marha sok emberrel vagyunk együtt. Tehát, egy kocsiba össze vagyunk zárva, a koncerten, a büfébe. Egyébként évekkel ezelőtt már voltak ilyen járványok, és én akkor ugye heti 30 sráccal ültem egy légtérbe, különböző iskolákon, meg lakásokon. 10 zenésszel utaztam, vagy próbáltam, vagy nem tudom én. És még társadalmi életet is éltem hasonló helyeken. És hallottam, hogy volt Amerikában már a 80-as években járvány, ilyen nagyvárosi influenza járvány, amiben a taxisofőrök nem oltatták be magukat, és nem haltak meg. Nem kapták el a vírust, mert olyan immunrendszer, napi 100 embert, hiszen A pontból, B pontba. Ja, taxisztam is sokat tette, már nem, hogy vezettem utasként, mert autót ezt még nem sikerült megtanulni vezetni. Tehát hogy nem saját elhatározásból, ez nehéz, hogy nehéz volt. A zenélésnek nem tett jót, mert így, hogy nincs feladat hetekig, hónapokig, így érdekes módon, ugye ilyen helyzetben életünk be, most vagyunk először. Igen. És ezt hozta ki belőlem, hogy így ott volt a gitár, néha oda mentem, megpengettem, vagy fölvettem, lefogtam két akkordot, azt eszembe jutott még mielőtt jól érezném magam, hogy úgy sincs semmi. Tehát, hogy jó, akkor visszatesszük. De ezzel ellentétben viszont nagyon sok
kat olvasok ahhoz képest, amit egy időben olvastam, tehát régi könyveket újra olvasok. Nagyon szeretem a zenéletrajzi dolgokat, nálunk egy kicsikét jobban kereső és egy kicsikét híresebb zenészek visszaemlékezéseit olvasgatni. De képzőművészekről olvasok, mit tudom én, a középkori sztori, hogy akkor yeah. hogy ment, hogy voltál te, hogy lehettél egy közegbe abban a korban festőművész, egy bizonyos Bosch például, hogy közben még a föld gömbölyűségét még nem lehetett róla beszélni. Igen. Igen, akkor felraktak egy kupacra, és igen. alá gyűjtöttek. Szóval, de újra elolvastam ilyen veszélyesebb könyveket is, amiket 20 éves koromban. És a filmek, tehát ma arra sok film. Nézés folyik, nem csak amit adnak, hanem amihez kedvünk van. Yeah, yeah. És születtek kis kutyáink, akik most már nagyon nagyok, és azokkal is kell állandóan foglalkozni, de nagyon szeretjük. Így vészeltük. Ja, és hát gyümölcsfákról pálinka, alapanyaggyűjtés. Tehát azért tavaly nagyon jó volt a termés. Ide viszont nagyon rossz lesz. Igen. Tomi, még egy utolsó kérdés sem lenne, és akkor utána rátérünk a fikcsire, úgyhogy elkezdett izzadni a kezem. Jön, ne. Hogy mit fogsz csinálni, hogyha vége ennek az egésznek? Kikkel játszol? Kivel fogsz? Mik a tervek? Gondolom már azért jár ezen a fejed, hogy remélhetőleg mi hamarabb vége van, és akkor merre az irány? Hát most éppen ebben a pillanatban innen átmegyek két utcával arrébb a lányomékhoz, Mariettához és Pilló Petihez, aki a házi stúdiójában pár hete rögzített tőlem egy dalt. Azt keverjük. Uh-huh. Ennek apropója az, hogy a Marietta írt valami egy könyvet, és ez ahhoz lesz, abban lesz összekapcsolva. Valószínűleg egy klip is lesz hozzá. De jó. Egy 36 éves archív leforgatott, egy másik nótához készült képanyagot fogunk használni. De menő. De már csak a dublőreimmel dolgoztak a tőle. Gyerekmunka. Nem, hát 21 éves vagyok, de azok a képek lesznek. Még az első kislemezünk esti lapszínű számához lett volna az felhasználva, de aztán az édesemészhez, a B-oldalhoz vett videoklip, és ez így benne maradt a VHS kazettákon. Mert arra lett rögzítve, vagy arra vettem, hát nem tudom már. Mindegy. És egyébként pedig hát remélem, hogy be tudjuk fejezni a... Most Moha Ing néven csinálok saját projektet. Egy énekesnővel és egy gitárossal eddig, Jude Harmonyval és Török Petivel. És most az unokaöcsém Szabolcs is csatlakozott ehhez a kvártett, vagy ehhez a trióhoz, tehát most már kvártettben játszottunk két bulit itt gyorsan, amíg lehetett szeptemberben. Így szeretnék ebben a zenekarral is fellépni és befejezni azt az anyagot, amit már elkezdtünk 19-ben egy magánstúdióban, egy nagyon jó minőségű magánstúdióban, régi tanítványok, akik ma már zenélnek, zenészek, és mondjuk nem ebből lettek gazdagok, de a stúdió nagyon jó. Uh-huh. Ott elkezdtünk egy anyagot, már egy 10 notát felvettünk, azt szeretném befejezni. Elkezdődött egy bum-bum lemez, erre dalokat írtunk, és már küldözgettük egymásnak, és már azt hiszem, hogy a Gergő feldobolta a saját számait és a Tibusz számát is, amit azért már csináltam gitárt házi körülmények között, de azt alig várom, hogy feljátszom. Yeah. És az én notáimat is majd szeretnénk megcsinálni a Gergővel, illetve a bandával. Remélem a London Trip is újra utazik. Igen. Mi van még?
Ja, van a Digital, a Regály Gyurival, a Bartók Pincével és a Hidász Tomival, ott is kilátásban vannak buli. Illetve megkeresnek ilyen fiatal zenészek, akik most csinálják az első lemezeiket, hogy azon közreműködni. Most tavaly össze a Szumper Ákos hívott, most a Gerdesics Máté hív egy másikban. Feladat van bőven, mégse vonulok be katonazenésznek. Remélem, hogy normalizálódik a helyzet. Még lehet, hogy ja, megkaptam tavaly a diplomámat egy kormánybejelentés alkalmával. Azonnal tudtam angolul. Igen. Egyből legközébb fokúztam, és átvehettem tavaly összel itt a három utcával arrébb a diplomámat. Mondjuk érdekes, hogy számomra bizonyos értelemben a nagy korszak ebből a műfajból elmúlt, tehát olyan sokat nem tanítok, mint amit előtte 25-30 évig. De hát most is kijönnek Baracskára srácok, tehát és csináljuk. Akkor tanítás, lemezfelvétel, lemezkészítés, saját bum-bum koncertek. Hát reméljük, hogy mi hamarabb vége ennek az egésznek, és találkozhatunk veled is majd a színpadon. Jaj, meg egy történet, amit megint tesztelhetsz, hogy igaz. Elhívtak egy castingra a Begyulladva című filmhez, ahol egy Sanyi bácsit kell játszanom, aki egy kisvárosban őrzi a strandot egy lakókocsiba, és a lakókocsi végébe Batkender termés. Hát ez lett volna szép. Sajnos a bajomi nagyim elvitt előle, mert ő jött utánam a castingon, és valószínűleg jobb volt, de ez volt most így eszembe jutott, mert például tavaly erre jöttem ki először a barlangból, ez volt az első, hogy bemerészkedtem Pestre, és részt vettem ezen. Hát sajnos nem jött össze, de majd a szerelem első vériget azt hittem, hogy sikerült tovább vinni. A 36 év után végre újra bekerülök egy epizód szerepbe, de vannak, tele vagyok, írok, most egy kicsit megmozdulni látszik, hogy már látszik a alagút a fény végéntől, tehát most megint elkezdtem alkotni fejbe, meg igazából én a körülményekkel soha nem foglalkoztam, mert a körülmények, lássuk be, mindig szarok voltak, tehát mindig volt valami gáz. Igen. Tehát régen az volt a gáz, hogy be vagyunk zárva, akkor egy másik értelemben, de akkor is megtalálta az ember az utat, a kiskapukat ahhoz, hogy azt csinálja, amit szeret. És szerencsére, ha nem is lettem ebből csiliárdos, de van egy maroknyi közönség, aki esküszik erre, és már miattuk se szívesen hagyom abba. Hát persze. De magam miatt sem, mert néha úgy néha azt érzem, hogy már korosodás van, és megáll a lendület, vagy úgy. De egyszerűen elfelejtem, és ugyanolyan vagyok, mint 1983-ban egy pillanat alatt. Tehát ez egy állapot, és ezt nem lehet, egyáltalán nem tudom befejezni. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és hát jöjjön a várva várt fikcsi rész. Borzasztóan izgatott vagyok, gyorsan felkapom a gitárt, és akkor nézzük is meg. Itt indítok még egy újat, bocsánat. Eljátszok egy strófát, vagy kettőt, és akkor esetleg mondd meg, hogy melyik az a rész, ami érdekes lehet. Jó, az is jó, de hát inkább te vetted, ami neked a legjobb. De hogy abból mit jó, oké. Okay. Bár mondta valaki tegnap a Balla Máté volt órán, és mondtam, hogy jövök hozzád, és mondta, hogy nagyon jó a műsor, ő is dicsérte meg, hogy köszönöm szépen. Kik voltak. Igen. És hogy új gyakorlatot is mutatott a talán pont a Gotthard. Igen. És de mindegy. Thank you.
szinte kizárt, hogy ezt most megtanulja valamelyik részét. Valamelyik részét. Valamelyik részét? Persze gyorsat. Hát ugye ez egy gay blues. Igen. Többé-kevésbé akkor ő mozgott. Engem érdekelne ez a... Az a... Blues, tudod, van a halál közeli élmény, ez a blues közeli élmény. Igen. Nézzük meg azt a gyors részt is, meg az alap groove-ot is, mert nekem az is nagyon tetszik, hogy azt te hogy fogod föl. Igen, és mindig másképp egy kicsit, pedig van egy fix vázsat. Egyébként most történt egy baleset két napja, mert marhára nem értek ezekhez az újfajta készülékekhez. Van egy ekkora diktafonom, amiben sikerült hangerő állítás helyett 221 tracket törölni. És pont előtte hallgattam, volt eszembe, hogy jövök hozzád, és majd ezt hiszem, mert amikor felhívtál, akkor elkezdtem valamit írni, de nem tetszett. Azt felvettem, és el is felejtem, az elveszett. Viszont pont lehallgatásban voltam, és ezt hallgattam, miután letöröltem. Igen. Ez így meg, csak még nem alakult ki. De megvan, hogy hogyan. Tehát... Eddig szerintem nézzük meg lassan. Ez az. Uh-huh. Csak egyszer így lassan megpróbálod eljátszani, hogy mindenki... Szerintem, tehát egy ütésre megyünk, hogy... Aha, ezt a részt. És akkor itt íze, hogy... Ott később jön. Valahol örömmel látom ezt, mert én ezt játszom, felveszem, és azért veszem fel, mert jónak tartom, de nem azért találom ki, hogy ne lehessen eljátszani. Persze. Vagy tehát ilyenkor jövök rá, hogy nem is olyan egyszerű. Mert nekem is felidézni, visszaállítani, hogy mi volt ebben. Hát nekem ebben a ritmikai helyek a furcsák, de hogy maga az ugye, hát ez egy G7 akkord, meg egy szolid skála. Ugye erről szól az egész. Igen. Tehát akkor, megpróbálom egyedül, hogy ugye valamennyire megtanultam. Nem. Igen, csak... Tudod, mit csinálunk? Ez egy jó módszer. Csak egy részét játszunk gumira. Három. Igen, csak oda máshova megyek. És nézzük meg akkor azt a másik részt, hogy már ott itt azt a... Aha. Ugye ez negyedik fokra megy, tehát most C7-re játszod ezt a fiction. Na most ez nem kiesett, hanem ezt kiagyaltam, tehát arra gondoltam, hogy itt kéne egy valamit mondani, nem csak akkordozni. És akkor, ahogy most tökéletesen elmondtad, tehát adott volt az, hogy megállott a harmónia, és akkor valamit C7-re csinálni. Igen, igen, igen. Megnézzük. Megnézzük, tehát... Pánga, kánga, igen, egy... Miről kezdünk, bocsánat? Én, de igen, kis teszek. Aha. Aha, és ez
megpróbálom. Jaj, meg vagyok. Mert előbb így játszottam, tudom, hogy... De ja. Lehet, hogy jobb. Aha. Bocsánat, rosszul szoktam. Semmi baj. Yes! Nagyon király, szóval mind a kettő. Hát majd megpróbálom valahogy beírni a kottába, srácok, nektek ezt. Tomi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és borzasztóan tetszettek ezek a fiúk, és tök jó, hogy ilyet hoztál, és nem ilyen egy ujjas szólózós technikát, mert ez is borzasztóan fontos, hogy tudjunk kísérni a gitár, és ezeket. Ezt már el is felejtettem, de hogy ilyet is tudni kell játszani. Nagyon-nagyon hálásan köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és mutattál egy ficsit. Remélem, hogy mi hamarabb láthatunk téged a színpadon. Srácok, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, tudjátok támogatni a csatornámat a Patreon oldalamon, onnan letölthetitek a kottát, és találkozzunk legközelebb is, és tanuljátok meg a ficsit feltétlenül. Köszi szépen, hogy megnéztétek, sziasztok! Sziasztok! Tomi! Uram! Nagyon-nagyon szép, nagyon jó lett szerintem, nagyon jó hangulatú lesz ez a videó. Királyság. Nem jutott sztori az eszembe.